Magyarországon minden századik ember érintett, a betegek száma megközelítőleg 100 000 fő. A gyulai szakrendelésen közel 300 gyermeket gondoznak lisztérzékenység miatt. A lisztérzékenység lényege a 4 különböző gabonafélében, a búzában, a rozsban, az árpában és a zabban található glutén nevű fehérjével szembeni túlérzékenység. Diétával a tünetek maradéktalanul megszüntethetők. Korai felismerése rendkívül fontos, hiszen súlyos szövődményei kezeletlen lisztérzékenység esetén felnőtt korban jelentkeznek, de gyermekkorban történő felismeréssel megelőzhetőek. Ez veszélytelen a szűrés, az aztán fájdalommentes. 5 perc alatt, 5-10 perc alatt megvan az eredménye, ott a helyben meg fogja kapni a szülő, hogy pozitív vagy negatív. Fájdalommentes, nincsen szövődmény, és a pozitív esetek, azok természetesen átveszük a gyerekkórházban, és vénás vérvétel és genetikai vizsgálat fog történni, és hogy megerősíti a diagnózist, akkor természetesen bevezetjük a lisztmentes diétát, onnantól kezdve teljesen egészséges életet, teljes tökéletes életet fog élni élete végéig. Most az Egészséges Városért közalapítvány segítségével nyílik lehetőség arra, hogy ingyenes szűrővizsgálatot végezzenek el az első osztályosok között. Ilyen akció Magyarországon eddig 3 településen valósulhatott meg. Önkormányzatunk számára rendkívül fontos az egészségügyi feladatkörben a prevencióval, egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel, egészségtudatos életmód népszerűsítésével kapcsolatos feladatok összessége. És itt értelemszerűen az egyik kiemelt célcsoport az a gyermekek. Nagyon fontos, hogy mindent elkövessünk annak érdekében, hogy támogassuk azokat a kezdeményezéseket, amik az ő egészségük megőrzését, a betegségek megelőzését és időben történő kiszűrését támogatják. A szűrés elvégzéséhez a szülők beleegyezése szükséges. Ahhoz, hogy a gyermekeknél a szűrővizsgálatot el tudja végezni a doktornő, illetve el tudják végezni a kollégáink, ehhez a szülőknek egy beleegyező nyilatkozatot kell tenniük, amit a tájékoztatóval egyidejűleg postai úton meg fognak kapni. A beleegyező nyilatkozatot kérjük szépen, hogy az osztályfőnökök részére adják le a szülők, hiszen a szűréskor annak rendelkezésre kell állnia. A szűrővizsgálatokról a polgármesteri hivatal értesíti a szülőket, melynek időpontja szeptember 22-én és 23-án lesz 13 és 16 óra között.